Népszerű a Széchenyi kártya a kis és közepes vállalkozások körében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Többségében a kereskedelemben, a feldolgozóiparban és az agráriumban működő gazdasági szervezetek igénylik az alacsony kamattal felvehető hitelkonstrukciókat. Az első Széchenyi kártyát 2002-ben adták át, ekkor indult el a program, amely a hazai kis és közepes vállalkozások gyors és olcsó forráshoz jutását segítette. A vállalkozói hitelkonstrukció 2010-ben bővült, mára egy 6 elemből álló és minden típusú forráshiányra lehetőséget nyújtó pénzügyi segítséget jelent. A folyamatosan bővülő hiteltípusok között olyan is található, amelynek hitelkerete mostanra 50 millió forintra emelkedett. Közel 300 helyen, alacsony kamatszinttel, alacsony önerő mellett elérhető a hitelek nagy része a kereskedelmi és iparkamaráknál és a VOSZ-nál. Az átmeneti likviditási nehézségek áthidalására kezdetben a folyószámla hitel volt a legnépszerűbb a konstrukciók között, emellett a vállalkozások a forgóeszköz finanszírozására is felhasználják a kártyát, sőt a mezőgazdasági szektorban az Agrár Széchenyi kártya is keresett hiteltermék. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában a Széchenyi kártya programunkon belül máig legsikeresebb termékünk a Széchenyi kártya folyószámla hitel. Ebben az évben 250 darab igénylést juttattunk a konstrukcióhoz csatlakozott bankokba, a kihelyezett hitelállomány pedig meghaladta az 1,75 milliárd forintot. A másik legsikeresebb termékünk az Agrár Széchenyi kártya. A tavalyi évhez képest megduplázódott az igénylések száma, meghaladja az 50 darabot, a kihelyezett hitelállomány pedig a 0,14 milliárd forintot. A KKV szektor az előző uniós költségvetési ciklusban több pályázaton sikeresebben szerepelhetett volna, ha kellő önerővel rendelkezett volna az uniós források lehívásához. A Széchenyi támogatást megelőlegező hitel jellemzően a projekt befejezését követően folyósított, visszanemtérítendő állami támogatások előfinanszírozására szolgál. A 35 perc vendége Krisán László, a KAOZ ZRT vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mielőtt magáról a Széchenyi kártya programról kezdenénk beszélni, ejtsünk néhány szót magáról a KAOZ ZRT-ről. Hogyan jött ez létre, milyen céllal, hogyan? 2002-ben indult el útjára a Széchenyi kártya program, és a KAOZ ZRT ez egy furcsa cégképződmény, hiszen az anyukája az a Kereskedelmi és Iparkamara, aki egy köztestület, illetve az apukája az pedig a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetség, ami pedig egy érdekvédelmi szövetség, egy munkáltató érdekvédelmi szövetség. Tehát ilyen szempontból nem szokásos eljáráshoz, hogy ilyen testületek létrehoznak egy effektív kisvállalkozói pénzügyi terméket forgalmazó céget. Létrejött 2002-ben a KAOZ ZRT, azóta gründolja a Széchenyi kártya programot, korábban, ahogy a felvezetőben is látszott, korábban egy elemmel, a folyószámlahitellel, mostanra ez már 6 elemre bővülő termékpalettával. És én azt gondolom, hogy az apropója annak, hogy tudunk ma beszélgetni, ez az, hogy nemrégiben léptük át egy nagyon komoly, szerintem meghatározó történelmi mérföldkövet a Széchenyi kártya életében, ez pedig az, hogy átértük az 1500 milliárd forintos, szerintem komoly álomhatárt, illetve azokat az újdonságokat, ami a kártyaprogrammal kapcsolatosan most lett bevezetve, vagy most kerül bevezetésre, ezekről is adunk egy kis tájékoztatást. Nem ez az egyetlen dolog, ami nem szokványos a Széchenyi kártya programban. Maga a KAOZ ZRT léte fémjelzi azt a fajta együttműködést, ami jellemző az egész Széchenyi kártya programra. Így van, mi mindig arra törekedtünk, és ez nagyon fontos, hogy és ez mindig elfelejtjük, hogy a vállalkozó van a háttérben, és a vállalkozók azok emberek, családdal, gyerekekkel, önálló egzisztenciával, amit szerintem mindenféleképpen nekünk a legfontosabb az, hogy erre figyeljünk mindig. Tehát picit egy talán nagyképűen mondhatjuk azt, hogy mi szeretnénk rajta tartani tényleg az ütőerén, a vállalkozások ütőerén a kezünket, de ezt nem öncélúan tesszük, hanem azért tesszük, mert azt gondoljuk, hogy minden egyes dolgot ők nagyon-nagyon tisztán elmondanak. Tehát nem kell nekem kitalálnom íróasztal mellől, hogy szerintem mire van szükség a vállalkozóknak, elmondják, mire van szükségük. Nekünk egy dolgunk van, ezeket tegyük össze, próbáljuk meg erre szakmai megoldásokat mondani, és próbáljuk meg ezt kilobizni a gazdasági kormányzat döntéshozóiból, és ilyen szempontból szerintem az egész pályafutása során a Széchenyi kártyában mindig ez volt a legmeghatározóbb elem, illetve az, hogy ennek mindig a leggyorsabban elérhetőnek, a legolcsóbbnak kell lennie, és a legkevesebb kondíciójának kell lennie. Mivel egy állami kamattámogatott programról van szó,
ezért a legolcsóbb verzió az mindenféleképpen mindig ülnie kell, hiszen az állam kamattámogatással támogatja meg a Széchenyi Kártya program összes elemét, valamint azzal, hogy a bankok és a vállalkozók között meglevő nem mindig rózsás viszonyt valamilyen módon próbáljuk meg feloldani, és a bankok félelmét kicsit puhítani a vállalkozók felé, ezért egy állami garancia is kíséri magát a terméket, ami azt jelenti, hogy 80%-ban az állam garanciát vállal a vállalkozói hitelek mögé. Ezáltal a banknak csak 20%-ot kell futnia, mint rizikó, és innentől kezdve egy banki nyitottság és egy vállalkozói olcsóbb és nagyon jó kondíciók állnak egymás mellett, nem egymásra szemben, egymás mellett, és valószínűleg ez a nagy előnye és másik unikum jellegű dolga a Széchenyi Kártyának. Nem beszélve arról egyébként, hogy hihetetlen mennyiségű sok szervezet van az egész ügyben, a különböző állami szervezetektől kezdve, érdekvédelmi szervezeteken keresztül, mindezt azért, hogy a vállalkozókat segítsük, és ezt teszi össze a KABOSZ egy ilyen egységes nagy egészbe, úgyhogy a vállalkozók ebből szinte semmit nem látnak, hiszen nekik itt nagyon egyszerű, nagyon gyors, és nagyon az ő nyelvükön megfogalmazott programról van szó. Ez a sok szereplő akár azt is előrevetítheti, hogy egy rugalmatlan szervezet jön létre. Ennek ellenére itt az elmúlt 13 év, a 21. század elején az éppen a gyors változásokról szólt, ehhez viszont alkalmazkodnia kell. Abszolút. És én szerintem a vállalkozó is mindig alkalmazkodik a helyzethez. Amikor válság van, akkor a válsághoz alkalmazkodik, amikor békeidő van, akkor a békeidőhoz alkalmazkodik. Nekünk egy dolgunk van, hogy az a nagyon kis létszámú csapat, aki ezt csinálja, most már hosszú-hosszú évek óta, most már évtizedek óta, az mindenféleképpen a lehető leginkább azt tartsa szem előtt, hogy a vállalkozónak mit kell nekünk megoldani a helyzetet. Ezért is van azt, hogy amikor a Széchenyi Kártya főszalma hitel mellé behoztuk az egyéb termékeinket, azokat nem azért hoztuk be, mert ráértünk éppen termékeket kitalálni, hanem azért, mert a vállalkozók részéről igény merült föl. Akár a beruházási hitelre, később az agrárium részéről jöttek igények, azt fogalmaztuk meg, azt vittük át a Vidékfejlesztési Minisztériumon keresztül. Illetve az uniós témákban sajnos az elmúlt 7 évnek azért volt két nagyon komoly probléma, gócpontja, az önerő és előleg kérdése, valamint az előfinanszírozás kérdése. Tehát ezekre próbáltunk mindig megoldásokat adni, és azáltal, hogy gyakorlatilag 2 évente volt valami nagyon komoly történés a Széchenyi Kártya programban, ezáltal mindig tudtunk újdonságot adni a vállalkozónak, hol ez abban merült ki, hogy értékhatárt emeltünk, hiszen a kártya 1 millió forinttal kezdődött, aztán ugrott 5-re, aztán 10 lett, aztán 25 millió lett, most pedig 50 millió lett egy pár héttel ezelőtt. És hát azért nekem nagyon régi mániám az, hogy a vállalkozót a bürokráciával lehet legjobban megfojtani az adminisztrációval, és mi azért a korábbi ilyen 20 oldalas kérdőívek és az elején történő regisztráció helyett mostanra egy ilyen 6-7 oldal, inkább 7 oldalas anyaggal kell, hogy csak vegzáljuk a vállalkozót, illetve az összes kollega, aki a kamarában és a VOSZ-ban ül, azok egyértelműen képesek arra, hogy egy fél óra alatt az egész dolgot úgy, ahogy van, kompletten készre csinálják, és elküldjük utána a vállalkozó által választott bankba. Melyek a legfontosabb változások, amik az elmúlt hónapokban történtek? Hát nézd, a legfontosabb mindig az értékhatár, 50 millió forintra sikerült emeltetni a Széchenyi Kártya felső határát, a Varga Mihály miniszter úrral részéről megkaptuk ezt az engedélyt, illetve később Fazekas Sándor miniszter úrtól is megkaptuk ezt az engedélyt. Mind a kettő most már nálunk van, tehát innentől kezdve gyakorlatilag pár héttel korábban elkezdtük az 50 millióra emelést. Egyébként ez úgy néz ki, hogy 500 ezer forinttól 50 millió forintig, ilyen 1 milliónként ugorva lehet bárkinek bármifajta hitelt felvenni, legyen az egy őstermelő, vagy egy BT, vagy egy egyéni vállalkozó, egészen egy középvállalkozói szintig. És az értékhatár emelés azért volt fontos, mert egy olyan új kör is belekerült ebbe a képbe, akik már kicsit nagyobbak voltak, és lehet, hogy nekik inger küszöb alatti volt ez a korábbi 25 millió fontos határ. Ez látszik abból egyébként arra, hogy az elmúlt hetekben, amióta azt bejelentettük, azóta nagyon komolyan megindult ez a magasabb értékre való kártyaigénylés, és ez azt jelenti, hogy erre volt piaci igény, erre is volt piaci igény. Mi a teendője annak a kis vagy közepes, hiszen erről még nem is beszéltünk, hogy ki a célcsoportja hát a most már mindenki kártyának, de ezek szerint ezzel a nagy összegű hitellel már bárki. Igen, az egyéni vállalkozóktól kezdve tényleg mindenki a középvállalkozó szintig át be tud menni. Be kell menni egy kamarai, meg egy VOSZ irodába, előre meg lehet beszélni, mikor, milyen időpontban, és előre megmondják a lányok, hogy most pontosan milyen papírokra van szükség. Egyébként nem nagy kunszt, nem kell nagyon túl gondolni ezt. Az könyvelőtől be kell kérni pár olyan adatot, ami a cég szempontjából
szempontból szükséges lehet, és mi minden egyéb papírt beszerzünk. Tehát nem kell cégkivonatot beszerezzük mi, nem kell NAV-nullást beszerezzük mi. Egy csomó olyan papírt, amit egyébként normális esetben egy vállalkozó saját magának kell hoznia otthonról, vagy be kell szereznie saját magának, mi ezt le akarjuk venni a vállalkozókról. És mi ezt csinálunk egy ilyen kész csomagot, és ezt adjuk a vállalkozó kezébe. Neki végül is egy dolga van, megigényelni a hitelt, regisztrációt elvégezni a kollégáinkkal, közösen a kamara és a BOSZ irodáiban, és a végén bemenni, beballagni a bankba, aláírni a szerződést. Mennyire jó törlesztők a Széchenyi kártya tulajdonosok? Én azt gondolom, hogy messze a legjobb törlesztők, mindig lekapogom egyébként ezt a mondatomat, hiszen még a legdurvább válság években sem mentünk a normális piaci átlag fele fölé sem. Tehát azt jelenti, hogy önmagában azért a vállalkozókat és a piacon levő vállalkozókat nagyon, nagyon nehezményezem mindig, amikor a vállalkozókat szidják. Én közöttük velük élek nagyon-nagyon hosszú évtizedek óta. Én merem azt mondani, hogy vállalkozó nem szokott sportból csalni, és azáltal, hogy a Széchenyi kártyában egy magángarancia is van, egy vállalkozói magángarancia is van, a vállalkozó nem fogja reszkírozni a saját reputációját. Nekem nagyon külön öröm azt, és azért szeretek országot járni és leülni, beszélgetni a vidék vállalkozóival. A Széchenyi kártya programban 85% a vállalkozóinknak, az ügyfeleinknek az mind-mind vidéki vállalkozó. Tehát ezt a buta fejnehéz, Budapest-centrikus Magyarországot ilyen szempontból mi kicsit megváltoztattuk a mi termékünk tekintetében, és azért az, hogy 85% vidéki vállalkozásoknál landol a termékünknek, az mindenféleképpen önmagában egy nagyon komoly és nagyon fontos jelszó számunkra, és a vidék vállalkozójában, a vidéken általában még azért fontos az adott szó, fontos a kisvárosban, település, és a nagyvárosban a reputációja, a presztízse a vállalkozónak. Tényleg tudják azt, hogy neki tényleg van egy kis éttermecskéje, neki működik a péksége, ő tényleg egy jó autófényező, tehát nagyon sok olyan elem van, ami Budapesten a nagy tömegben elvész. Itt ez a fajta belterjesség és személyesség sokkal inkább megvan a vállalkozások és mi közöttünk, és attól tudunk mi ennyire gyorsak és rugalmasak lenni, ahogy az előbb fogalmazta, mert nem az a dolgunk, hogy a saját egónkat kiéljük, hanem az a dolgunk, hogy valamilyen módon próbáljuk meg a vállalkozóknak a kéréseit tolmácsolni. Legyen így minél tovább. Köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm.